De jó. Mennyi ideje nem is lehet? Jó azért a múltkor a Mancini-ni születésnap. Ott igen, de rég volt az is. Jó, van? Hát persze, de te hogy voltam? Az apjatok magátok. Ilyen a világ. De mi baj? Ön ideges vagy valami baj van? Váltok? Gyerekek jól? Jól. Olyan jó lenne látni őket. Sose hozod el, sose találkozod. Dolgunk. Hát persze, mindenkinek nagyon sok a dolga, de mégis azt gondolom, hogy mégiscsak az anyád vagyok. Mi? Hát az anyád vagyok, és szeretném látni az unokáimat, és szeretném a családomat. De hol, csak olyan hogy jön ez így belőled ki? Melyik rész? Hogy ez? Tehát hogy tudod ezt így mondani? Azért ebben akár... De hogy szeretnéd, hogyan mondjam? Hogy miért nem lehet azt egyszer? Én nem annyit vártam rá. Hogy olyan sokat nem, aztán mentem koliba, haza se jöttem, ha lehet, mert fájt. Hogy nem jött ez ki? Hogy marad mondod, hogy anyád vagyok? Miért nem lehet az, hogy az legyen a köztünk levő viszony alapja, ami? Nem tudnak követni. Mi lehetne más? Egy anya és a lánya között a viszony, mit kellene mondanom még? Hát a anya és a lánya között a viszony az éjjel lenne. Hát és ilyen is. Csak te valamiért nem akarsz velem érintkezni, nem akarsz velem találkozni, nem láthatom az unokáimat. Egyszerűen egy ilyen ridegtartásban vagyunk, amit nagyon rosszul viselek. Évek óta imádkoztam valamihez, amit nem tudom minek nevezek, hogy egyszer ez megfordul, és egyszer azt mondod, hogy figyelj már, te szerencsétlen. Üljön már le, beszéljünk már valamiről, ami talán fontosabb, mint az, hogy milyen ridegtartást érzel. De hát életemet miről kellett volna beszélni? Mit szeretnél volna hallani? Hogy mennyire szeretünk? Nem, az igazat. Az a Valentin nap délután, az. Milyen Valentin nap? Milyen délután? 17 évesen Valentin nap délután, könyörgöm, ne mondd azt, hogy nem tudod, hogy mi. Könyörgöm, ne, mert tényleg sarkon fordul. Most is csak a Juli miatt vagyok itt, mert megígértem neki, a pszichológusom miatt. Nagyon szépen kérlek, akkor állj most elé. Pszichológus miatt jöttél el engem meglátogatni? Magamtól nem jöttem volna. Azt hittem, hogy hiányzom. Hiányzom. Tehát életem... Milyen Valentin nap? Hát sose ünnepeltük a Valentin napot. Hát mit mondhattam én Valentin napon, amit téged ennyire megráz, hogy könnyes lesz a szemed? Cituska, Varga Andinak, mit mondtál Valentin napon, amikor 17 éves voltam? Délután. Édes Jézus, hát 50 évvel ezelőtt mondtál. Ki az a Varga Andi? Nagyon fontos ez az infó, tök mindegy, hogy mikor volt. Miért nem nekem mondtad azt? Hát válj a salátává, ha tudom, hogy miről van szó. Miért? Valentin napon, mit mondtad, szeretem? Mit mondtak? Varga Andi? Andinak. Úristen, hát 100 éve nem láttam, vagy valamikor gimnáziumi osztálytársnőm volt. Igen, kicsi babái, igen. És akkor neki kell elmondani. Ki örökbe fogadta a kisfiát, és a édes gyerek, és milyen boldogan okay. Élnek. De neki nem volt örökbe fogadott gyerek. Hogy értem, hogy nem. A Varga Andinak nem volt örök. A Varga Andinak a Krisztián az örökbefogadott fia. Ne! Hát dehogy is nem, csak neked sosem mondtuk el, hogy nehogy véletlenül elszóld magad, mert nem akarták, hogy egy gyerek tudjon róla. Hát persze, a Krisztián, igen, mi van a Varga Andinak? A Varga Andinak a kis Krisztián nem a saját gyereke. Akivel együtt játszott, nem a saját gyereke? Nem, persze, hogy nem lehetett neki saját gyereke. Beültetés, átfújták, mindent csináltak, aztán árvaházakra jártak, ahol voltak pici gyerekek, és hát próbáltak egy olyan típusú gyereket találni, aki kicsit hasonlít rá, és találtak egy nagyon édes kisfiút. A Krisztián egy nagyon édes kisfiút. Úgy néz ki, mint a Varga Andi. Hát persze, mert hát tudod, hát azért ennyi év alatt azért elkezdenek hasonlítani egymást, és imádják a gyereket, és egy nagyon nehéz sorsú anyától volt a Krisztián, és sose látta az anyját. De nagyon pici volt. Várjál, akkor most az ugye nem, akkor te a Valentin napon akkor, amikor 17 éves... Hagyjál már ezzel a Valentin napon, hogy egy, a Varga Andival én máskor is beszéltem, nem csak Valentin napon. De kicsiről? Hát persze. Hogy örökbe fogadta? Hát akkor fogadta. De nem te engem? Te teljesen hülye vagy? Nem te engem? És nem akartál visszaadni annak a nehéz sorsú nőnek? Téged? Hát itt nőttél a
hasonlat. Láttam a képeked, azt hittem, hogy oda akarsz adni valakinek. De miért akarnál? Mert azt mondtad a Varna Annyinak a telefonban. De hogy mondtam, azt mondtam, hogy tartsa meg a saját gyerekét, hogy milyen boldogság lesz, hogy van neki saját gyereke, és nehogy véletlenül ne azt hittem, hogy azt mondtad, hogy tartsa meg az eredeti szülőket. Az eredeti szülőket is mondtad. Hát persze, hát, hogy, mert ők lemondtak róla, de tudod, attól féltünk, hogy később, amikor már nagyobb lesz a Krisztián, akkor esetleg a szülők érdeklődnek utána, és én mondtam, hogy vigyázzon, hogy ez ne derüljön ki, vagy hát próbálja meg, hogy csak a sajátja legyen. De akkor te engem szültél? Édesanyám, te teljesen hülye vagy. Tényleg ennyi időnek kellett, hát persze, hogy téged szültelek. Hát, miért nem mondtad el? Nekem mikor kellett volna elmondanom? Valentin napot? Kicsit illök hozzátok, hogy mondjuk ebből mi lesz. Még csak a második történetnél vagyunk. Mit gondoltok, hogy ez most valahogy helyre billenti-e ezt a lányt? Igen. Biztos. Igen. Hogy az igazságot így kierőltettük nagy nehezen. Ha fordítva lenne, tehát hogy felnőtt korban tudja meg, hogy őt örökbe fogadták, akkor is azt mondanátok, hogy inkább az igazság, mint a félvakság, vagy? Nem biztos. Tényleg? Hagyjuk meg a maga tudatlanságába? Mit gondoltam? Én azt gondolom, nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy milyen kapcsolatot tud, milyen mélységű kapcsolatot kialakítani két ember, mert nem a vérségi viszony az szerintem az elsődleges, ami a meghatározó, hanem az az intimitás, amit két ember ki tud alakítani. Általában mit gondoltok ezekről? Jó, volt is ilyen műsorunk, meg lehet, hogy lesz is, ami kifejezetten a titkolózásról, meg a családi titkokról szólt, de hogy azok jó helyen vannak ott, ahol vannak, vagy mint itt jó, ha feloldjuk? Jó helyen vannak, ahol vannak. Fel kell oldani. Ha más nem, a pszichológusnak majd addig rugdos, amíg jó. Én nem hiszem, mert amiről nem tudunk, az nem fáj. Na de ha nem tudom, de fantáziálok egy történettel, vagy én magamat másnak gondolom attól, hogy én azt hittem, hogy az a beszélgetés az rólam szól, akkor az ott nincs rendjén, igaz? Hát tehát egy sértett ember érkezett hozzám, ugye? Egy mélységesen fájdalommal élő ember, akinek nincs egy olyan identitás, hogy ki vagyok én. Hát igen, csak a titkok azok általában tényeken alapulnak, nem megérzéseken. Hát ez például fantázia volt. Igen, de hogyha de bárki bármiről fantáziálhat, szóval az még nem biztos, hogy egy titok. Halljuk egymást különben? Jó, csak a titokról van szó. Oké. Okay. Na, van-e valakinek hozzátenni valója, ugye ez? Igen? Szerintem igen, a titok valahol kiderül, és pont a családunk. Na, meg. Egy picit, hogyha hangosabban, akkor többé. A mi családunkban történt meg, igen? Hogy öregbe fogadott a kislány. És látta az anyukája, hogy nagyon feszült, és látta, hogy valami történt a gyerekkel. És este lefeküdtek, és a gyerek összeszedte a bátorságát. Hány éves? Négy. Összeszedte a bátorságát, és megkérdezte az anyukájától, hogy mondd. Tényleg nem feszültél engem? Hm. És akkor mert valami szomszédtól, vagy valakitől ezt hát az óvodába, Na mindegy, és akkor... Nagy hírcsárda, igen. Központ van, hogy mindenki minden beszélgetett. És akkor mondta az unokatestvérem, hogy de mi nagyon vártunk rád, és mi nagyon szeretünk, és elmondta, hogy igen, nem én szültelek, hanem egy néni, akinek nagyon nehéz sorsa volt. Hm. Megvan is, és a gyerek azt mondta az anyukájának, hogy annak hívjuk föl ezt a gyerek. Tényleg? És ez két
A poénnak. Ja, hogy hívják föl a gyerek. Hogy hívják. Hogy a gyerek azt mondta 4 évesen, amikor megtudta, hogy volt egy néni, aki eredetűen szülte, hogy beszéljenek vele, hívjuk föl. Jó? Oké? Okay. És még annyit, hogy előtte mennyivel fogadták örökbe ezt a gyereket? Pár kedves volt, amikor örökbe. Tehát egész életében a nevelő családnál volt. Akkor azért levonhatjuk azt a tanulságot, hogy ahogy beszélni tud, vagy még nem is kell, hogy ő beszéljen, én beszélek hozzá. Mondjuk 10 hónapos, még lehet, hogy nem tud magyarul, de én azt mondom, hogy én a te nevelő anyád vagyok, akkor ezt előbb-utóbb meg fogja érteni. Igen. És úgy fogadjuk el egymást, ahogy történt, igen, ugye? Igen. Szóval azért mondom, hogy ez pont 2 hete történt. Ja, ez most történt. Jaj, de szép történt. És meg itt találkoztak is azzal a... Hát nem most tudjuk. Még nem, mert van egy újabb kis örökbefogadott baba, egy kisöcsi, és most azzal van. De a kisöcsi olyan szempontból jobban fog járni, hogy ő neki már az elején fogják mondani, mert most ez kibukott. Igen, igen. Tehát, és akkor kérdezte, hogy és az öcsi. Ugye az sem nem beszéltek, és tehát, mondta, nem. Tehát akkor most mi a tanulság a szeretet hiány témában? Hogy az igazsága, igazság gyógyír lehet? Nem, én nem erre gondolok most, hogy az igazság, hanem arra, hogy nem attól vagy szeretet hiányos, tehát hogyha van egy másik család, aki örökbe fogad és felnevel, akkor te nem vagy szeretet hiányos, csak információ hiányos. Ez egy rohadt nagy különbség. Vagy anyu, miért nem mondtad el az igazat? Mint az, hogy közben felneveltél, szerettél, velem voltál. Csak én voltam hülye, mert nem tudtam. Nem kellett volna engem hülyének hagyni, vagy hogy mondjam, ugye? Na jó, köszönöm a színészek. Olyan csodálatos dolog, hogy elképzelek egy jelenetet, aztán úgy megtriplázva hozzá kerül. Oké, okay. Na, mehetünk tovább? Réka. Réka a következő kliensem. Köszönöm, hogy gyorsan tudtál fogadni. Hát tudom, hogy olyan szűkösszabott időben van, mindig ez. Annyi mindent csinálsz. Most indult el az évad, persze, ez most pokol, de köszönöm szépen. Nagyon ideges vagyok. Na. Nem, mert jól is jött, hogy most tudok jönni, mert tulajdonképpen most, ahogy elindult a szeptember, és jönnek be a bűsorok a tévébe, és jönnek a feladatok, hát most bukott elő az, amitől tartottam, hát rengetegen próbálják kihasználni az én jó indulatomat, és elképesztő az, hogy tényleg az ember mindent megtesz nekik, az emberek, a kis... Hát csapatomnak. De az van, vagy 50 ember, nem? Akit hát az 50 művész van, nem, hát jó. Tehát akkor 25 avifes. De a többiek is nagyon tehetségesek, mert feltörekvőek, tényleg összeszedtem nekik munkákat, mindenkinek elhelyeztem a lehetőségeket, televízióban, rádióban, reklám, akinek mi az erőssége, van, aki műsort vezet is valóban. Tehát olyan szinten szerintem úgy tartom ezt egybe, ami nagyon nagy ritkaság, mert nagyon fantasztikus lehetőségeket biztosítok. Hát tudod, a Vacskainak is, aki most a Csapból is folyik, hát énekes műsort nyert, megnyerte a Dancing with Hold című versenyt is, tehát elképesztő, hogy miket szerveztem meg neki. És nem hálás? Tessék, nem hálás. Egyáltalán nem hálás. Tehát olyan szinten rágják a fülemet, olyan szinten méltatlankodnak, hogy mennyi a gáz, miért nem intézem, hol a szerződés, pattogtatnak ezek után, hogy én lehet, hogy az egészet abba hagyom, vagy nem tudom, mit csinálok. Na de ez a büszkeséged, ez a te gyereket. Hát és azt az csinálom, hogy nagyon jól szólt. Egyedül éled az életedet, mert ez az alkotásod vagy, nem is tudom. Hát most vagyok 50 évesebben, van egy 25 év úgy, hogy a férfiak csak lesnek. Aha. És én ezt megcsináltam, és akkor nem szerettem azt, hogy hálátlanok az emberek. Nem szerettem, hogyha nem elégedettek, hogy nem értik meg, hogy ő, akkor nem lenne senki, hogy értük csinálnak. Értük csinálom, persze. Nem szeretem ezt. És egyébként is nem szeretem azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy nem kell megtenniük semmit, majd én viszem őket. Tehát nem rakja ki az Instára, a Facebookra, a TikTokra, rakja ki. Tehát segítsen egy kicsit nekem az a mondás, hogy aki nem látszik, nem játszik. Ennyi. Hopszi. Kemény egy asszonyság, kemény. Nem lehet másképpen. De így is kikészítenek, de titokban jövök hozzá, hogy csak te tudj. Jó?
Első naptól titoktartási szerződés. Persze, azon nem látja senki. Nem. Itt legalább egy pár. De neked az egész nagyon fontos. Tehát, ugye, fontos. Tehát, hogy fontos az, amit létrehoztál, fontos az, hogy felemeltél embereket. Igen. De legfontosabb, én úgy látlak téged, hogy maga az az erő. Jó lenne, hogyha nem élnének vissza az erőmmel. Tehát hogy azt hiszik, hogy nekem ez végtelen. Nem végtelen. A megbecsülés és a visszajelzés ugyanolyan fontos, mint bárki másnak is. Én meghúzom a határt ott, hogyha megérzem, hogy valaki nem vesz így komolyan, és akkor így méltatlankodik, meg terjeszt róla mindenféleket, ott nálam lehet, hogy akkor már neki annyira nem is lesz sok dolga. Igen, csak most oda szeretnék visszamenni, hogy miért ez a legfőbb hajtóerő? Nem egyszerűen csak... Kicsi korom óta állok a saját lábamon, Júli. Aha, igen, hogy nem egyszerűen a siker, a pénz, az egzisztencia... Meg akartam mutatni a világnak, hogy így is lehet. Nem kell nyavajok is ránkozni, ugye? Mint mások csinálják. Akár családban volt valaki, tudom én is erről nem akarok beszélni, nem gondolom, hogy ez tisztességes, de hogy nem kell nyavajogni. Csinálni kell, jól, sok munkával, de közben ne keseregjen az ember, ugye? Tehát akkor kicsi korodban te úgy döntötted, hogy te irányítasz? Igen. Te erős. Hát látom, mi lett a vége. Országos sikerű cégem van. Egyedül vagyok, egyeduralkodó. Ennyi. Csak néha jövök hozzá. Igen. Mert a birodalomban néha lázadoznak az alatt. Próbálkoznak, mert mondjuk azt, hogy próbálkoznak. Nem vagyok áttörhető fal. Csak ezt át kell beszélni, akkor velük is, akkor legfeljebb elválni, elbúcsúzom, mindenki megy a dolgára, nem? Ilyen egyszerű ez. Én maradok, az biztos. Kivel szemben volt ez neked fontos? Mert most itt emlegetsz ilyet, hogy mind egyesek. Nem szeretek másokat kiadni, azt érzem, hogy nem szeretek. Mindegy, gyengeségről beszélni sem szeretek. Azt érzem, hogy kimondom, és már is hat rám. Mintha elgyengítem? Így van, a gondolat is, az emlékek is. Mert csak agyámmal kapcsolatban csak a szívre emlékszem. Él, abszolút. Meg van, meg jön, meg minden kérdez, meg minden. De hogy próbálok arra koncentrálni, hogy tisztelek benne, nagyon gondos, kedves nő, de szaladjuk most. Lehet, hogy ez nem tisztességes tőlem elővenni egy ilyen helyzetbe, amikor tulajdonképpen magamból van szó. Na, hát akkor vissza kell menned a munkahelyre. Igen, rohanok futok, de majd akkor újabb időt. De annyit mondj, hogy igazam van, ugye? Vagy ezt nem lehet így mondani? Kérlek. Igen, mindenkinek igaza van. Jaj. Én úgy gondolom, megvan a maga igaza. Sajnos meg, igen. Tehát kívülről nekem pártatlannak kell lennem. Igen, és sajtok. A pártodon vagyok, mert megértelek, rukkolok neked. Meg tudod, hogy milyen erős vagyok, és úgyis megoldom. Hogyne. Jó, akkor majd jövök. Majd hívlak. Oké. Réka visszamegy a munkahelyére. Tőlem. Igen? Réka? Anyuka, ne, most... Maga csak bekukkantottam. Anyuka, szuper. Ja, Istenem, akkor ülj le, vagy szervezek neked orvost? Nem, csak téged akartalak látni. Segítek, drágám. Nem tudom én emelni. Jó van. Na. Most biztos szólt a Cili, hogy lehet, hogy most nem jöttél a legjobbkor. Hát én nem tudom, mikor jöhetnék a legjobbkor. Nem tudom, mikor lenne az a pillanat, amikor jó lenne. Csak annyira szerettelek volna látni. Szemrehányóan mondod ezt, Anyu, de... Nem, csak annyira egyedül vagyok, hogy olyan jó egy kicsit kimozdulni, egy kicsit bejönni a városba. Jaj, Istenem, hogy lehet, hogy lefizek. Hogy esetleg fizessen... Mégez is lefizek. Nehéz ez, hogy nem akarsz elmenni barátnőkkel, Korfula, befizetlek. Életem, hát minden barátom vagy a kórházban van, vagy az unokájára vigyáz, mert nekik van unokájuk. Ez egy másik élet, csak otthon voltam egyedül. Cili, átirányítod akkor most a Judithhoz, 5 perc múlva már szabad vagyok. Jó, szia. Na, arra, drágám, 5 perc. 5 percünk van, anyu, de mi a baj, mert ma? Nem tudom, minden. Esik az eső, fáj a derekam, rohadó. Te fölmentem a Facebookra, apád, ezt nem akarom elhívni, nem akarom elhívni. Van egy új nő, és kirakta a képet.
Igen, de hát... Arról a rohadt kurváról. Ezt nem akarom elhívni, hogy lehet elvenni egy manikűröst. Hát de tényleg, hát ezt, ott voltam én nekem, mégiscsak egy közgazdászni, de fájáverek a... Szervezek neked egy hátfő... Ne szervezél nekem, csak egy kicsit, hogyha megsimogatnád, hogy egy kicsit... Hátad? Hát igen, mert... De akkor mire? Jó. Mégiscsak az emberi lányom, hogy egy kicsit... Igen. Csak hogy érezzem a törődést. Te jól vagy? Jól légy, volt, bár most nagyon tudod sűrűen, hogy mindig minden szeptember, itt van egy nagy csomó. Na ugye? Na ugye? Ugye? Látod? Igen, hát ezért ez nagy fáj. Ilyen itt öreg asszony, és fáj, látod, fáj az egész. Lajos, nézd rá a Facebookon, szerint többre vagyok benne, te tényleg, hát egy mém fasz, és tényleg kirakja a pedikűrös nőt. Hát szeretnél. Hát ezt vette fel, hát az apád, hát erre hívunk vendéget. Hát gondold el, benne van a szívünkben, ez az apád, egy pedikűrös nővel, édes jó Isten. És mikor láthatnálam? Most szeptemberben indulnak tudod a dolgok be, és hogyha majd lemegy a tavasz, akkor utána már mindenféleképpen lazulás van. És azt gondolod, már... hogy én csak így érdegélek és így lesen? Tehát nagyon szerveztem neked minden programot, úgy csak a lakást megint. De...